Köszöntök mindenkit, szintén egy képviselő áll a mikrofon előtt, aki a hibát elkövette. Azt kell mondanunk, hogy ezen az anomálián mi is végmentünk, adminisztrációt hibát követtünk el, ugyanis mi egy bentlakásos intézményként nem gondoltuk, hogy pénteken kiköltöznek a gondozottak, hétfőn meg vissza, ugye azért nem gondoltuk, hogy szombaton és vasárnap is kell pipa. A lényeg az, hogy túl vagyunk most már nehezén, mert éppen a múlt héten nyertünk a kúrián, Fanni és előző kolléganője hatató segítségével, és csak azt tudom mondani, hogy az isteni gondviselés, hogy az intézményvezetőnk éppen az önök honlapjára felmenve találtunk egy olyan jogi képviselőt, aki nem csak a joghoz ért, hanem ehhez a speciális szakmához is, mert ez elengedhetetlenül fontos. A rendszerrel kapcsolatban csak annyi kritikát fogalmazunk meg, és nem először, és nem utoljára, hogyha van egy ellenőrzési rendszer, és abból nincs visszacsatolás, akkor az egész nem ér semmit. Ugyanis ha valamit én ellenőrzök, akkor csak úgy lehet, hogy van visszacsatolás. És számunkra is öröm volt, hogy 2 év után kiderült. Most gondolják el, ez 3 év múlva történik, még rosszabb a helyzet. Szóval én úgy gondolom, ugye itt volt egy átmeneti időszak 2012. március és június 30-a között, nem szólt senki, hogy gyerekek, rosszul jelentetek. A lényegen túlva örülünk annak, hogy nyertünk. Köszönjük az ügyvédnőnek a hatatos segítségét, és csak azt tudjuk mondani, hogy ugye mi is civilek vagyunk, civil alapítás alapítványként, hogy ha így egy picit próbálunk egymásnak segíteni, akkor azért sokkal jobban tudunk a nagyok fele fellépni. Köszönöm.